Az utolsó okostantermet a Vörös Marti általános iskolában adták át évelején. Azóta az intézménybe járó diákok rendszeresen kihasználják a digitalizációban rejlő lehetőségeket. Székesfehérváron összesen 9 ilyen tantermet alakítottak ki, és a pedagógusok képzése is folyamatos. Az Alba Innovár okostanterem programjáról hallhattak előadásokat a Városháza dísztermében azok a tanárok, cégvezetők, illetve szülők, akik szeretnének hozzájárulni vagy részt venni a jövő oktatásában. A program célja, hogy olyan technológiákat, módszertanokat használhassanak az iskolák és a pedagógusok, amik sokkal hatékonyabbá tehetik a tanulást a 21. századi fiatalságnak. Ennek ötletadója és fő támogatója Laufer Tamás, az Alba Innovár vezetője. Létrehoznánk egy olyan pozíciót minden egyes iskolába, egy oktatástechnológus tanár, aki azért felel, hogy azok az iskolák, akik már az okostanterem programba bekerültek, és kvázi mindegyik is ilyen iskola, azok szinten tartás miatt lesz egy felelős pozíció valamelyik tanár közül kijelölve, aki egy komoly ösztöndíj programot, vagy komoly ösztöndíj programba vesz részt. Laufer Tamás hozzátette, a pandémia után a digitalizáció utat tört magának az oktatásban is, amivel a székesfehérváriaknak is fel kell venniük a ritmust. A kezdeményezéshez a tervek szerint csatlakozni fog a Szent István Király Múzeum, valamint a Vörös Marti Mihály Könyvtár is. A tankerületi igazgató arról beszélt, a program az országban egyedülálló kezdeményezés és példás összefogással valósul meg. 6 évvel ezelőtt, amikor nekiálltunk tényleg az országban elsőként itt Székesfehérváron, akkor az kellett hozzá, hogy a tankerületi fenntartói szinten is fölismerjük azt a 21. századi elvárást, követelményt, amit az új generáció oktatása, nevelése jelent a pedagógus kollégáknak. A program célja, hogy minden iskolában létrehozzanak legalább egy okostantermet.